Szeretettel köszöntünk mindenkit, hölgyeim és uraim. Nagy szeretettel köszöntöm Somogyi Dénye dr. Peti Krisztinát és dr. Kézdi Anikó pszichológus beszélgető társaimat, és Röder Judit munkatársunkat, aki az adminisztratív részeket intézi. Hát a ma este egy nagyon izgalmas este lesz. Az önszeretetről fogunk beszélni, önértékelésről, önbizalomról, azoknak a sebeiről. Nagyon izgalmas lesz. Én úgy gondolom, azért fontos erről beszélnünk, mert a keresztény embereket én rá tudom venni arra, hogy hősies áldozatot hozzanak a fele barátjukért. Szakadj meg érte, rá tudlak venni. Hogy hősies áldozatot hozz az Istenért, arra is. De hogy magadért, a keresztény embereket kifelé, más irányba, hogy szeressenek, nagy áldozatokra rá lehet venni, de hogy önmagukat szeressék, erre a legnehezebb rávenni a keresztény embereket. Szóval itt van valami eltolódás, és bizony erről nekünk kell gondolkodnunk. A másik, amiért fontos ez a téma, hogy kérem, ez egyáltalán nem egy ártalmatlan téma. Ez nem egy ilyen lárpullár téma, hogy hát egy kicsit beszéljünk az önszeretetről, az önfényezésről, de nem olyan fontos ez, mert azt látjuk, hogy bizony párkapcsolatokban, munkahelyeken nagyon nagy gond, teher az az ember, aki magát nem szereti. Szóval ez komoly gond tud lenni, és bizony érint minket kicsiben is, nagyban is, személyesen, meg társadalmi szinten is. Fontos, hogy ez a téma nem egy súlytalan téma, hanem egy fontos téma. A harmadik, amit szeretnék mondani, hogy azért nehéz az önszeretetről beszélni, mert a Bibliában többször látjuk, hogy ami nagyon jó, nagyon értékes, az sokszor hasonlít ahhoz, ami nagyon rossz. Például Ádám Évának azt mondja a kígyó, olyan leszel, mint az Isten. Ez tényleg egy nagyon jó dolog tudna lenni, erre törekszünk, hogy szentek legyünk. Csak ha ezt Isten nélkül csináljuk, akkor hívjuk ezt gőgnek, súlyos bűnnek. Tehát ami nagyon jó, az tud olykor úgy kinézni, mint ami nagyon rossz. Az önszeretet és az önzés, az így nagyon tud hasonlítani egymásra. Na ezt szeretnénk körüljárni, hogy hogy is van ez. A logónkon, amiket a plakáton is meghirdettünk, egy nagyon jó rajzot találtunk, az ember keze, ha tele van szeretettel, ha szereti önmagát, akkor tessenek nézni, mennyi virág, mennyi szín, mennyi élet fakad a kezei közül, és hát bizony, ha nem szereti önmagát, nincs a kezeiben szeretet, akkor nem ez fakad ő belőle. A keresztényeknek azért nehéz az önszeretet témája, mert azt látjuk, hogy vannak itt olyan idézetek, amik arról szólnak, hogy aki követni akar, tagadja meg magát. Aki fölmagasztalja magát, azt megalázzák. A legjobban azt szeret, aki az életét odaadja a másikért. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Ezeket a mondatokat lehet nagyon rosszul érteni, hogy nekem az életemet teljesen el kell veszítenem, és önmagamat egyáltalán nem kell szeretnem, mert az kifejezetten rossz dolog. Ezek a mondatok elhangzottak Krisztus Urunktól, de ezeket jól kell érteni, hát ezt szeretnénk körüljárni, hogy kell ezt jól érteni. És van itt mellette néhány olyan idézet, ami segít, ellensúlyozza. Például az evangélium, amit minden vasárnap felolvasunk, arról szól, hogy örömhír. Örömöt szeretne nekünk közvetíteni. A talentumokat kiosztó gazda azt mondja a jó szolgáknak, hogy menj be urad örömébe, legyél büszke arra, amit teljesítettél, legyen önbizalmad, önértékelésed, hogy te ezeket végrehajtottad. Nincs arról szó, hogy te csak szolga voltál. Krisztus Urunk azt mondja, az én örömöm legyen teljes ti bennetek. Nem az a hű de nagy keresztény, aki örömtelen és letagadja az örömeit, a sikereit, hanem az, aki a teljesség felé törekszik. És hát Szent Pál, kérem, olyan nyugodt önértékeléssel mondja, hogy én a pályát végigfutottam, vár rám a győzelmi érett koszorúja, nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja Krisztus eljövetelét. Olyan nyugodt önértékeléssel tudja Szent Pálunk mondani, hogy mondjam, örömmel, önértékeléssel, hogy ő készül oda átra. Azért tisztázunk néhány fogalmat, és kezdjük a mi nem kérdéssel, tehát hogy mi nem önszeretet, bár sokszor azt gondoljuk, hogy önszeretet. Vagy itt a fogalmakban van egy kis keveredés. Például az önszeretet nem a narcizmus. Jön egy szakkifejezés. Narcizmus most nagyon leegyszerűsítve persze, nagyjából azt jelenti, hogy valaki egy irreálisan pozitív képet épít fel saját magáról, saját magának, ezt a képet csodálja saját magában, és másokat is arra használ, hogy csodálják őt, vagy tulajdonképpen ezt az irreálisan felnagyított képet önmagáról,
Igen ám, de emögött az irreálisan pozitív kép mögött általában egy nagyon-nagyon törékeny igazi én található. Hát egy következő dolog, amivel megint csak össze lehet keverni az önszeretetet, az az egoizmus. Tehát akik jól szeretik magukat, azokra időnként azt is ráfogják, hogy ők egoisták, pedig ez megint egy másik kérdés. Ugye megint leegyszerűsítve a definíciókat, az egoizmusra azt mondhatjuk, hogy egoista az az ember, aki a saját érdekeit hát szisztematikusan mindig mások és a közösség érdekei elé helyezik, és ez szerint cselekszik, vagy ez alapján cselekszik. És még egy ilyen izmus, amivel össze lehet keverni a helyes önszeretetet, az a hedonizmus, ami pedig megint csak leegyszerűsítve úgy fogalmazhatnánk, hogy a pillanatnyi örömöknek, élvezeteknek a hajszolása. Hallunk olyat is, hogy ez szisztematikusan erősítik az emberben, hogy mondjam, az amerikai földrészen, hogy gyermekem, legyen önbizalmat, te vagy a legjobb, legegészségesebb, legszuperebb men. Jó ez? Igazolja ezt a pszichológia? Éppen mostanában olvastam egy cikket, ami pont arról szól, hogy ez a felturbózott önértékeléssel kapcsolatos elvárás, hogy majd ettől jobban fog működni az ember, ettől jobban fog dolgozni, ettől boldogabb lesz. Tehát ezt az elvárást a mostani kutatások nem igazolták, tehát hogy ez a kényszeres önnagyobbítás, az önértékelés puszta, külső megerősítése nem teszi az embert értékesebbé és boldogabbá, tehát itt sokkal mélyebben kell keresnünk a megoldást. Nyilván morálisan nekem el kell gondolkodnom azon, hogy ezekkel mi a bajunk? Tehát tulajdonképpen mi a bűn ezekben, mitől rosszak ezek? Hadd mondjam azt, hogy az önszeretettől ezek lényegileg különböznek. Tehát nem arról van szó, hogy az egoista ember túlzottan szereti önmagát, az egészséges önszeretet pedig egy kicsit lejjebb van. Itt nem fokozati különbség van ezek között és az önszeretet között. Ezek külön pályán mozognak, az egész más világ. Az egoista nem szereti önmagát. Ha éretten szeretné önmagát, éretten szeretné a többi embert is, mert neki is az a jó. Tehát itt nem felfokozott önszeretetről van szó, hanem ez egy másik pálya. Éretlenségről, önzésről van szó, a másik embert tárgyként használja, az egoizmusban ez a bűn. Tárgyként használja az Istent is, a világot is, csak hogy neki jó legyen. A hedonizmussal meg az a bajunk, hogy nem igazi önszeretet, az igazi önszeretet hosszú távon gondolkodik. A hedonista pillanatnyi énben, ma délután nekem jó legyen. Hogy mi lesz holnap, 5 év múlva, nem igazi önszeretet, aki a pillanatban ebben a carpe diem szemléletben leragad, és a pillanatnyi élvezetet keresi. Szóval ezekkel az a bajunk, hogy semmi közük az önszeretethez, az igazi szeretethez, ezek más pályán mozognak. Azt is hadd mondjam, hogy ugye szoktunk ilyet is mondani, hogy egészséges önzés. Ilyen nincs. Egészséges egoizmus. Mint ahogy olyan sincs, hogy demokrata rasszista. Ilyen nincs. Meg a kegyes hazugság. Nem, olyan van, hogy jogos információ visszatartás, de kegyes hazugság, meg demokrata rasszista. Tehát ezek kizárják egymást. Egészséges egoizmus, ilyenek nincsenek, hanem keressük azt az igazi önszeretetet, hogy na vajon mi az? Ezért szükségünk van most már egy fogalomtisztázásra, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. Eddig az önszeretet szót hangoztattuk, de azért a pszichológia inkább az önértékelés és az önbecsülés fogalmát használja. És egy nagyon leegyszerűsített definíciót is mondanánk erről a 3 fogalomra, amelyeket most leegyszerűsítve egyenrangúnak fogadunk el. Tehát amikor önszeretetről, vagy egészséges önszeretetről beszélünk, akkor a pszichológiai önértékelés vagy önbecsülés fogalmára gondolunk, mely nem más, mint érzelmekkel átszőtt értékítélet önmagunkról. Tehát ez az önértékelés vagy az önbecsülés, amelynek nyilván különböző mértékeiről és összetevőiről fogunk beszélni ezek után. Nyilván a teológia is szeretné definiálni, hogy mi az önszeretet, és a teológia is azt látja, hogy ez önszeretet, önértékelés, önbecsülés, ez így összeér egybe, de nekünk ezt ráadásul Krisztus Urunk parancsba mértéknek is adta, a fő parancsokban szeresd Uradat Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Fontos az, hogy itt ezek nem versengenek egymással, hogy szeresd önmagadat, fele barátodat, meg még az Istent is, hanem ezek egymást teljesítik ki. Itt a legfontosabb az, hogy ha az Úristen felé van egy igaz szeretetünk, az fog minket kiteljesíteni. A felvilágosodás óta nem győzzük mondani, hogy az Isten vetélytársa lett az embernek.
hogy Istentől nekem félni kell, elveszi a szabadságomat. Atya pont a legjobb dolgokat tiltja meg nekem, hát borzasztó. Tehát, hogy féltékenykedünk az Istenre, hogy én akkor tudok kiteljesedni, ha ateista vagyok. Ettől az Istentől elsz az az igazi önszeretet, mert ha itt én az Istenhez csatlakozom, akkor elveszi az igazi szabadságomat, az igazi önszeretetemet. Na ezzel szeretnénk szembeszállni, ez egy ideológia. Amit mi gondolunk, a teológia azt mondja, a szeretet mindig azt jelenti, hogy a legjobbat akarom, az önszeretet pedig azt jelenti, hogy magamnak is a legjobbat akarom, az üdvösségemet akarom, és ez azt jelenti, hogy kiteljesedést. Tehát nem egyszerűen törvények megtartását, vagy jámból szertartásokon való részvételt, hanem a teljes személyiségem teljesedjen ki, és hát azt mondom, hogy igazán mély emberek akkor lehetünk, ha ezzel a mélységgel van egy élő kapcsolatunk. Hogy tovább bonyolítsuk az önértékelésnek a fogalmát, el kell mondanunk azt, hogy pszichológiai értelemben beszélhetünk implicit és explicit önértékelésről. Az implicit önértékelés az gyakorlatilag egy belső attitűd, egy viszonyulás saját magamhoz, míg az explicit önértékelés az egy tudatosan megfogalmazott önbecsülés. Most ez a kettő bizonyos helyzetekben ellent is mondhat akár egymásnak, tehát lehet, hogy a kettő nem fut egy síkon. Lehetséges, hogy én meg tudom magamról azt fogalmazni, hogy mondjuk egy magabiztos fellépésű, határozott ember vagyok, de lehet, hogy közben a szívem mélyén azért mégiscsak nyúlnak érzem magamat. Lehet olyan, hogy ismerünk ilyen zsebdiktátor férjeket, akik otthon mindenbe beleszólnak, hogy fogod a lábast, mire költöttél, hogy nézel ki, és lehet, hogy itt is erről van szó, hogy itt befelé ő gyenge? Hát nyilván, hogy itt is az önértékelésnek mindenféle zavaraival állunk szemben. Valószínű, hogy ezekben a helyzetekben, amiről majd később látni fogjuk és tovább árnyaljuk, hogyha ez a belső, az implicit önértékelés valahol nincsen rendben, akkor annak biztos, hogy következményei lesznek a kapcsolatokra, és hát az egész magatartásra nyilván. És kifelé erősködött. Hát főleg akkor, hogyha ez a zsebdiktátor férje a munkahelyén tényleg egy nyuszika, aki elbújik a főnöke elől. Szóval van úgy, hogy fordítva, urak, munkahelyen kell férfinak lenni, és ott kell az explicitet, otthon kedvesnek és gyöngédnek lenni. A nő nem a főnököm és munkatársam, hanem a feleségem. Fordítva, nagyon sok házasságban probléma ez, és sok nő panaszkodik erre, hogy a férje otthon macsó, a munkahelyen pedig nyúl. Honnan ered ez az ilyen fontos önértékelés? Hát nyilván a gyerekkorban nyúlik, hogy megtapasztal-e a gyermek egy feltétel nélküli szeretetet. Hogy valaki feltétel nélkül szereti, akkor is, ha ő betegnek született, akkor is, ha ő fiúnak született, de lányt akarnak, vagy nem kék a szeme, vagy nem tudom én, vagy nem akkor született, amikor tervezte a pár. Tehát roppant fontos az, hogy kezdetben tapasztaljuk meg ezt a feltétel nélküli elfogadást, ezt az ős szeretetet, ős bizalmat. Ha ez nincs, akkor mi van? Hát nagyon sokszor látjuk, hogy azok az emberek, akik ezt nem tapasztalják meg, és a gyerekek, akik nem kapják meg, nem tudják magukat értékesnek elfogadni. Nagyon sokszor ugye az árvaházakban vannak ilyenek, az állami gondozott gyermekek, akik minden ellen és mindenki ellen lázadnak, mert nem kapták meg azt, hogy nekik van helyük a világban. Hogy őket valaki akarta, hogy ők értékesek. És ettől nagyon sokszor lesznek olyanok, hogy földönfutók, egyik házasságból a másikba, egyik helyről a másikra, nem tud gyökeret verni, mert nem találja magát értékesnek, és nagyon sokszor köpnök ki az út szélén, és lesznek prostituáltak, mert nem hiszik el, hogy ők értékesek, őket lehet szeretni. Szóval kicsit eltúlozva azt szoktuk mondani, hogy a gyermeknek az első istene, az az édesanyja, édesapja, ez így van. Az Isten nem a levegőn keresztül szeret minket, hanem a történelmen keresztül szeret minket. Akinek gyermeke, unokája van, ezt vegyen nagyon komolyan, hogy a gyermek tapasztalja meg a feltétel nélküli szeretetet. Nyilván az önértékelésünk másik forrása a fontos személyektől érkező visszajelzésekben található, és nyilván a kisgyerek számára a fontos személyeket a szülők testesítik meg. És hát bizony itt most megint magunkban nézhetünk, hogy a gyerekeinknek pozitív visszajelzéseket adunk, vagy negatív visszajelzéseket. Vagy pedig esetleg negatív visszajelzést adunk a gyereknek egy sikerére. Gondolok itt most egy óvodás gyerekre, ez egy megint Ericssonra utalunk, aki állandóan kezdeményez, mindent kitalál. Mondjuk a lakás bútorait szétszedeget és bunkert épít belőle.
ez számára egy sikerélmény, hogy neki ez sikerült, hogy ezt ki tudta találni. Tehát a személyiségfejlődése szempontjából egy pozitívum. De a szülő erre pedig mit fog reagálni? Hát mit csináltál a bútorokkal, összetörted, stb. Milyen rossz gyerek vagy? Tehát, hogy az önértékelésünket nagyon negatív irányba befolyásolják azok a visszajelzések, amelyek helytelenül tartanak tükröt, torz tükröt tartanak a gyermek számára. Harmadik forrás az önértékelésünknek, az a mindennapokban is gyakran tapasztalható jelenség, hogy összehasonlítgatjuk magunkat másokkal. Most itt nyilván az a lényeges kérdés, hogy kik ezek a valakik, akikkel összehasonlítjuk magunkat. Fölfele hasonlítgatjuk magunkat, vagy lefele hasonlítgatjuk magunkat. Szintén nagyon fontos kérdés az, hogy ugye nyilván ez gyerekkorunkban a szüleinktől érkezik. Tehát, hogy a szüleink kikkel hasonlítanak minket össze, és egy gyakori negatív példa, amikor az úgynevezett bezzeg gyerekeket emlegetik nekünk, hogy bezzeg a testvéred ezt sokkal jobban megcsinálta, vagy bezzeg a Pistike a szomszédból csak ötösöket hozott, és így tovább. Ugye ez is az önértékelésnek egy nagyon fontos forrása, hogy ki az a mérce, vagy kik azok a mércék, akikhez képest elmondom azt magamról, hogy jó vagyok, vagy rossz vagyok, vagy valamilyen szempontból jó vagyok. Igen, mintha gyakran néznénk fölfelé, hogy másnak bezzeg, és egyszer rádióban hallottam, egy pszichiáter főorvos beszélt róla, hogy a depressziós embereknek, meg az alacsony önértékelésű embereknek a legjobb gyógyszer, ha segítenek másokon. Rájönnek, hogy más van rosszabb helyzetben, mint én, és én értékes vagyok, lám, mennyit tudok segíteni. Szóval a szeretet úgy tűnik, hogy megéri segíteni másokon. Az önértékelésünk kialakulásának tulajdonképpen a legkézzelfoghatóbb, vagy a legegyszerűbb módja az a lehetőség, hogy állandóan tapasztalatokat szerzünk magunkról. Arról, hogy valami sikerült, vagy nem sikerült, vagy a tükörbe belenézünk, tetszik, vagy nem tetszik a kép, amit látunk. Nyilván kisgyerekkorban már elkezdődik ez a tapasztalatszerzés, és itt most megint azért utalok a szülők felelősségére. Például az a gyerek, akit agyon féltenek a szülők, semmit nem engednek neki, ez lesz veled, az lesz veled, meg fogsz fázni, el fogsz esni, korlátozzák a tapasztalatszerzés lehetőségében, és ezáltal a sikerélményben is. És például ezek a túlféltett gyerekek felnőtt korukra önértékelési zavarral fognak küzdeni, mert a túlféltettség élménye átfordítódik bennük, valahogy egy olyan legmélyebb élményé, hogy engem biztosan azért nem engedtek ide vagy oda, és biztosan azért féltettek, mert hogy én ügyetlen vagyok, tehát hogy én nem is vagyok képes erre. Tehát időnként a legpozitívabb szülői hozzáállás is létre tud hozni megint csak negatív eredményeket. Kiemeltük mindig azt, hogy a gyerekkorban mennyi sérülést összeszedhetünk az önértékelésünkkel kapcsolatban, de arra majd ki fogunk azért térni menet közben, hogy itt nem áll meg a történet. Tehát ahogy egyre jobban felnövünk, egyre nagyobb a saját részünk is abban, hogy hogyan is alakul az önértékelésünk. Hát itt most egy ilyen kicsit ilyen felnőttkori önértékelés összetevő listát fogunk megnézni, ahol is a legelső az a különböző fizikai tulajdonságok, vagy fizikai jellemzők, ide sorolhatjuk a testi jellemzőket, adottságokat, ide sorolhatjuk azt, hogy mennyire vagyok egészséges, ide sorolhatjuk azt, hogy milyen javakat birtoklok, mekkora autón van. Például van, akinek ez az önértékelésében nagyon sokat számít, hogy tudom, vettem egy nagyobb autót, és akkor ettől már is valakinek érzem magam. Aztán természetesen ezt nem akarjuk itt fölöslegesen tölteni az időt azzal, hogy a fogyasztói társadalmat ostorozzuk, de hogy például a külsőségek, tehát hogy ki milyen szőke, vékony, izmos, és így tovább, és így tovább. Ezeket nagyon hangsúlyozom manapság a társadalom. Tehát, hogy akkor vagy valaki, akkor érsz sokat, hogyha fiatal vagy, ha ilyen és ilyen testi kritériumoknak megfelelsz. Most nyilván ettől nem függetleníthetjük magunkat teljes mértékben, de egészen biztos, hogy ez is befolyással van az önértékelésünkre, hogy milyen testi adottságokkal rendelkezünk. És hát természetesen az egészség is ide tartozhat. Az, hogy egészséges vagyok, vagy az, hogyha valamilyen betegségem van, meghatározó lehet arra nézve, hogy mennyire tartom magamat, hát értékesnek a társadalom szempontjából is. A következő összetevője az önértékelésünknek a hatni tudás élménye, amit kompetenciaként is lefordíthatunk idegen nyelvre, ami a saját sikerességünknek megint csak a megtapasztalásából, vagy a kudarcainknak a megtapasztalásából ered. Tehát, hogy tudok-e valamit létrehozni a világban, vagy nem tudok. Ez egy nagyon fontos alakítója az önértékelésünknek és az önmagunkról való gondolkodásnak.